Egy barátja unszolására és többszöri hívására kezdte az erdőket járni Jós Sándor, aki a természet szerelmese lett. Először amatőr szinten videózott, de a fotózás lett az igazi hobbi számára. De végül is ő volt az, Orsos Imrének hívják, ő volt az, aki adott egy lendületet. Szóval nagyon-nagyon szerettünk, mindig kilógtunk az erdőre, ugye a mezőkre, mindenfele. És engem hát nagyon megfogott a vadak iránti szeretet, meg hogy minden, hogy olyan szép az a hely, nyugodt minden. És akkor hát mondom, le kéne akkor fotózni talán őket, mert én rajzolgattam előtte, de az valahogyan nem volt olyan jó. Mármint én nem tudtam jól rajzolni. És akkor utána akkor megkaptam az első fényképezőgépemet, na akkor járkáltam ide-oda. Hát a minőség az olyan volt, amilyen, de azzal nem nagyon törődtem. De mindig magamnak fotóztam, és mai napig is így van. Nagyon jól esik ez a sok visszajelzés. De valahogyan amelyik kép nekem tetszik, azt tudom, hogy jó. A 18 éves kocsolai fiatalember elismerte, hogy hobbija miatt sokszor éri kritika, mégpedig azért, mert mindent háttérbe szorít miatta. Képes vagyok hetekre eltűnni teljesen, és csak az erdő, és néha közelebb jön a vad, messzebb megy, és néha csak leblokkolok, és csak figyelem, hogy mi történik. A géphez meg nem is nyúlok, úgyhogy... Szóval nagyon sok. A legjobb képeket még nem igazán készítettem el, úgy érzem. Úgyhogy van még hova fejlődnöm, látásmód, úgyhogy nagyon-nagyon sok minden. Mondhatni azt, hogy két nagybátyám is van, és talán ő miattuk kezdtem el a fotózást. A természetjárás az előbb volt, de a fotózást az ő képjeik láttán úgy megirigyeltem, hogy fú, mennyi jó pillanatot elkapnak. És nagyon-nagyon beleéltem magamat, és mai napig folytatom ezt, és minél jobb képeket szeretnék csinálni. Füstehofer Józsefről, akik a mecsekbe, őszinte napi szinten beszélek vele, és mindig, mikor elázok, nem sikerül egy jó kép se, mindig lelket lehel belém, és mindig bíztat, hogy na Sanyi, majd holnap, és nagyon jól esik nekem. Szóval többet ér a világ akármennyi pénzénél, hogy két jó szó, és másnap ugyanolyan örömmel megyek ki az erdőre. Aki a természetfotózást választja hobbijának, az bizony felkészülhet arra, hogy néha nem minden alakul a tervek szerint. Megesett egy olyan történet is, ugye, hogy nagybátyámmal, Jós Ferenccel kim voltunk, eszeveszett nagy hó volt, térdig érő, és dámszarvasokat szerettünk volna fotózni. Hát beálcáztuk magunkat, hát a lábunk lefagyott, de teljes mértékig megérte az egész mutatvány, úgyhogy és akkor is én már az első 10 percre fel akartam kelni, és mondtam neki, Fecó bátya, ez nem lesz jó, meg fogunk fagyni, nem lesz egy kép sem. És ő unszolt, hogy maradj még, hidd el, jó lesz. Hát nagyon helyesen tette, nem kellett 10 perc, jöttek is ki a dámbikák az etetőhelyre, és életem legjobb képét ott készítettem el abban a pillanatban, és egyszerűen ez úgy belém égett, és annyira jó erre visszagondolni, hogy hihetetlen, úgyhogy mai napig ez a best, szóval ennél jobb élményem azóta se volt. Azon kívül, hogy megfagytunk. Az ifjú fotós fontosnak tartja, hogy a gyerekekkel is megismertesse a természeti környezetüket, és a vadak tiszteletére ösztönzi őket képeivel, magatartásával. Próbálom megismertetni a természetet, a vadvilágot más gyerekekkel is, itt helybeliekkel. Sokaknak tetszik, sokak nem is gondolnák, hogy mennyi vad, mennyi állat, mennyi hely van körülötte, ami gyönyörű. És ismerek olyat, akit kivittem kétszer, és azóta teljesen odáig van, és nem csak azért jár, ahogy csak kutyát sétáltassam, vagy valami, szereti nézni ő is a naplementét, a vadakat, ahogyan viselkednek, szóval minden egyszerűen. Ő vele megtörtént egy olyan eset, üldögétünk kinn az erdőn, pihentünk, mert elfáradtunk, messzi helyeken voltunk. Vadmalacok oda mentek hozzá 2-3 méterre. Azt mondta, ez volt az első ilyen alkalma. És könyörgött utána szinte, hogy menjünk ki másnap is, harmadnap is. És én nagyon szívesen vittem, mert láttam rajta, hogy na, ő neki ez tetszik. És valami jót cselekedtem aznap is. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretem. Sokan nézegetik a fotóimat, tetszik nekik. De sok fotó mögött több 10 óra, 20 óra várakozás van, mire egy olyat elkapok. Úgyhogy például idén a
rókakölyköket egyáltalán nem is tudtam lefotózni. Pedig tudtam, hogy ott vannak, vártam rájuk 4-5 napot, úgyhogy persze csak napközben, de reggeltől estig képes voltam ott gubbasztani a luk mellett, és nem. Nem jöttek ki egyszerűen, de legalább fényképeztem őszbakokat közben, dálmokat, szóval végül is mindig megéri, mindig van amit fotózni, mindig megéri kimenni, minden reggel felkelni. Igaz, ezáltal sok mindent elhanyagolok az életbe, de én így érzem magamat boldognak és nyugodtnak. Sándor nagy álma, hogy egyszer egy neves vadászújságban lássa viszont képeit.